Göncz Árpád nekem az az igazodási pont, hogy a napi robotban sem felejtsem el, hogy tulajdonképpen miért vagyok itt. Amikor azt mondta, hogy szolgálni azokat akarom, akiknek szolgálójuk nincs, az a két dolgot mondott. Az egyik az, hogy a politika szolgálat, a másik pedig az, hogy az a hatalom, ami ránk van bízva, azt elsősorban azoknak kell kölcsönadnunk, akiknek ebből kevesebb van. Nekem ez Göncz Árpád. Göncz Árpád személyében egy olyan írót ismertem meg, aki elképesztő pontosággal és empátiával ábrázolt a korának társadalmát, és annak sorskérdéseit, traumáit. A Mérleg című drámájának próbái során arra jöttem rá, hogy Göncz Árpád a szabadságról ír. Az elnök sírt, mondtam, megütközött arccal az egyik munkatársa valamikor az első szabad parlamenti ciklus idején, amikor én is országgyűlési képviselő voltam, a munkatárs azt mondta, hogy biztos nagyon fáradt, és ezért hatott rá az a levél, amit valahonnan a beregi térségből, egy nagyon szegény faluból írtak romák arról, hogy éheznek, és elsírta magát Göncz Árpád, és azt kérte a munkatársától, hogy keresenek meg engem, hogy vigyek, gyűjtsek adományokat, amiket majd ő lejuttat. Göncz Árpád nem sírt, amikor sebeket kapott az ellenállási harcban a háború végén, nem sírt a börtönben, amikor a feje felett lógott akár egy halálos ítélet is, de hogy a szerencsétlen uszkai cigányok nyomorúságán így meg tudott indulni. Ez, ami leginkább felejthetetlenné teszi az én számomra. Néhány évvel ezelőtt Göncz Árpád is itt ült az amfiteátrum kövein. Nekem Göncz Árpád az örök példakép. Számára otthon volt a harmadik kerület, ahogyan nekünk is otthonunk Óbuda Békásmegye. Göncz Árpád mindannyiunk példaképe. A példája annak, hogy hogyan lehet a nemzetet derűvel, mosollyal, szelídséggel egyesíteni. Mit jelent nekem Göncz Árpád? Nekem a Gyűrűk urát jelenti. A magyar szinkron, ami szerintem az ő lelkének is egy boldogságot okozott. A szinkron az, ami egy csodálatos munkának az eredménye. És én, amíg veletek nem beszéltem, nem is tudtam, hogy az elnök úrnak az én karakterem volt a kedvence. Voltak olyan munkák, amikben azt mondták, hogy olyan legyen, mint a Gyűrűk ura. Úgyhogy szerintem ennél nagyobb elismerés nem is kell, és ennek java része az elnök úrnak köszönhető. Göncz Árpád sokáig fordításból élt, angolból fordított, és a némely művének én voltam a kontroll szerkesztője, ami azt jelenti, hogy a szöveghűséget kellett ellenőriznem. Elég szigorú voltam, és számos apróbb dolgot találtam, ahogy mindig. És azt hallottam, hogy ő ezt nagyon jól fogadta, mondták a szerkesztőségbe, hogy rendben volt, és ő ezeket elfogadta. Évekkel később már elnök volt, a színház előcsarnokába találkoztunk, jött felém, és hát én is bólintottam tisztelettel, mint mindenki, és erre rám bökött, és azt mondta, hogy én tudom, hogy te vagy a Nádasdy Ádám, aki olyan szigorúan bíráltad a fordításomat. Köszönöm szépen, mondta. Nekem Göncz Árpád, vagy hát Árpi bácsi, ahogy a családban szólítottuk, két történetet hív elő az emlékemből, vagy a családi emlékezetből. Az egyik az 59 nyarán játszódik, amikor a Váci börtönben édesapámmal egy zárkába kerülnek. Itt csupa nagy koponya volt ebben a zárkában, és tartottak mindig ilyen szimpóziumokat, ilyen mini egyetemeket, és apukám mesélte, hogy Árpi bácsi volt az, aki a legérdeklődőbb volt, legyen szó kvantumfizikáról, vagy villamosságtanról, állandóan kérdezett, mindenre nagyon kíváncsi volt. A másik történet, ez pedig 93-ban játszódik, ez édesapámnak a 60. születésnapja, ekkor Árpi bácsi már köztársasági elnök, és ekkor anyukámmal szövetkezve Árpi bácsi egy köztársasági elnöki rendeletben utasítja vissza édesapám kegyelmi kérelmét, amely arra szól, hogy az életfogytiglani házasságot
mégiscsak le kell ülnie, és itt nincsen kegyelem. Úgyhogy ebben a két történetben nekem megjelenik Árpi bácsinak a humora, az emberi oldala, és ez az örökké nyitott, örökké érdeklődő humán ember. Göncz Árpád számomra nem csak a harmadik magyar köztársaság első legnépszerűbb elnöke, hanem a műfordító, az ember, aki rendkívüli nehéz élete során mindig hű maradt önmagához és azokhoz az értékekhez, amelyet feleségével, Göntér Zsuzsannával képviseltek, a mély szociális érzékenység, és ne feledjük a mosolya. Ő volt az, aki azt mondta, hogy vissza akarom hozni a mosolyt a politikába, mert mosoly nélkül nem lehet élni. Nekem Göncz Árpád egyértelműen a sok találkozó közül 1990. június-július Szigligeti Alkotóház, ebéd, vacsora, közös asztal, tehát én feleségemmel és két gyermekemmel, valamint Göncz Árpád Zsuzsa asszonnyal egy asztalon lettünk ültetve az Alkotóházba. Meg is jött Árpád, és nagyon titokzatos volt. Azt mondja az Árpád, hát elvileg senkinek nem szabadna szólnom. Be kellett ülnöm szeretett öreg dácsiámba, és titokban fölhajtani Budapestre, ahol egy titkos tárgyaláson vettem részt Antal Józseffel és az SZDSZ vezetőivel, ugye Törgyesivel. És úgy döntöttek, hogy én leszek a Magyar Köztársaság, a Szabad Magyar Köztársaság első elnöke. Több eseményen találkoztam vele, amikor le kellett ott fényképezni, és az egyik ilyen a SZETA által szervezett jótékonysági árverés volt, ahol ő személyesen megjelent, és ma azért azt szoktuk meg, vagy azt ismerjük a hatalom részéről, hogy a szegénységet letagadják, ignorálják, és a létjogosultságát is megkérdőjelezik. És hát ez a két dolog valamennyire nekem így kifejezi azt, hogy ő, vagy megmutatja, hogy ő milyen ember volt. Nekem Göncz Árpád a legkedvesebb ügyfeleim közé tartozik, hanem a legkedvesebb. Két Erika táska írógépe volt, amit rendszeresen hozott hozzám javításra. Egy telefonon előtte bejelentkezett, Merecki úr, hoznám az írógépeket, rendben, rendben. Hozta, én megcsináltam tisztességgel, volt, amikor javítani való volt rajta, volt, amikor csak tisztítani kellett. Visszajött, megköszönte, kifizette. Volt, amikor egy kicsit még beszélgettünk is, aztán vártuk a következő alkalmat, ami elkövetkezett, mert fél év, háromnegyed év múlva ismét hozta. Nekem, nekünk, a Magyar Tolkien Társaság tagjainak, önkénteseinek Göncz Árpád elsősorban a műfordítói munkássága miatt fontos. Neki köszönhetjük a Gyűrűk urának a magyar nyelvre való fordítását. Mindössze 3 hónapja volt erre a grandiózus munkára, és ezzel együtt is egy kiemelkedő munkát végzett. És hát ne felejtsük el, hogy egy nagyon fontos mentorunk is volt itt a társaság életében. A kezdetektől fogva, az alapítástól fogva tiszteltbeli elnökünk volt, és részt vett számos rendezvényünkön, támogatta a munkánkat. Nekem, mint orvosnak és pszichiáternek mindig nagyon fontos volt az, hogy a betegek hogy érzik magukat, hogy mennyire lehet az életminőségüket javítani. És ehhez volt egy igazi találkozás Göncz Árpáddal, aki a 90-es évek elején elvállalta azt, hogy egy olyan mozgalom mögé áll, ahol az életvégi, minőségi betegellátást lehet segíteni, és ez a hospice mozgalom. Örökké hálás leszek neki is, és Zsuzsa asszonynak, hogy az alapítóink közé tartoznak, és amennyire lehetőségük engedte, mindig támogattak minket. Jó volt följárni a Vérhalom térre, ott leülni Zsuzsa nénivel egy kávéra,
kicsit elbeszélgetni arról, hogy az ő általa támogatott rendszerek hogy működnek, hogy működik az alapítványunk, és olyankor Árpi bácsi bejött és beintegetett egy kedves mosollyal. Nagyon szívesen emlékszem is szeretettel ezekre az időpontokra. Nagy kihívás volt Göncz Árpádnak tolmácsolni, mert szakmabéli is volt, el tudta bírálni, hogy hogyan tolmácsolok, másrészt pedig művész lélek volt. Nagyon sok improvizált szövege volt, nagyon sok kreált szövege volt, amiket abban a pillanatban kellett valamiképpen angolosítani. Egyszer volt is, hogy az egyik kolléganője hívott tolmácsolni, és nem tudtam elvállalni. Mondtam, hogy ajánlok magam helyett egy nagyon jó tolmácsot. Köszönjük szépen, nálunk nem elég nagyon jó tolmácsnak lenni. Nálunk Göncről is tudni kell. Számomra Göncz Árpád talán az egyik legfontosabb emberi erényt mutatta meg személyében, nevezetesen az, hogy a hatalom szeretete nem a szeretet hatalma.